Aktívan asszisztált a gyurcsányi megszorításokhoz a 2000-es évek második felében a fővárosi közműcégek jelenlegi vezetője, erről írt a Magyar Nemzet. A lap azután közölt összeállítást Márta Imréről, hogy a vezérigazgató csak nem 8 millió forint jutalmat kapott Karácsony Gergelytől, és a közművezér korábbi céges tapasztalataira hivatkozva tartotta ezt jogosnak. A Magyar Nemzet azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy Márta Imre és Gyurcsány Ferenc az egyre súlyosabb válság idején a lakosságra hárította a terheket, például az áram árának emelésével. Már nem csak több milliós elektromos szörfön népszerűsíti magát Márta Imre. Nemrég azzal is dicsekedett közösségi oldalán, Kocsis Máténak üzembe, hogy neki az angliai cambridge egyetemet ösztöndíjjal sikerült elvégeznie. Sőt, évtizedekig több ezer fős hazai és nemzetközi közmű társaságokat irányított. Vezette többek között az MVM és az Invitel csoportokat, jelenleg pedig a budapesti közművek vezérigazgatója. Én szeretném magam távol tartani a politikai megfontolásoktól. Bár a fővárosi közműholding első embere korábban tagadta, hogy közel lenne a politikához, most mégis visszaszólt a Fidesz frakció vezetőjének, amikor a kormánypárti politikus szóvá tette Márta nem 8 milliós prémiumát. Kocsis Máté ugyanis azt írt a Facebook oldalán, csak hogy világos legyen. Amíg Karácsony Gergely siránkozik a főváros csőd közeli helyzete miatt, gyurcsányék kipakolják a kasszát, Pont úgy, mint régen az egész országot. És úgy tervezik, hogy még fél évtizedig ezt fogják csinálni. A városban semmit, a városházán mindent. Mivel Márta Imre végzettségével és korábbi munkahelyeivel indokolta a pluszpénzt, a Magyar Nemzet megvizsgálta a közművezér életpályáját, akiből Gyurcsány Ferenc DK elnök egy nyilatkozata szerint még többet szeretne. Alap szerint Márta a harmadik MSP sds kormány idején a Gyurcsány korszakban vállalt komoly szerepet. 2006-ban ugyanis az állami magyar villamosművek kereskedelmi igazgatója lett. Ezen tisztségében a világgazdaság akkori beszámolója szerint azzal magyarázta a nagyvállalat veszteségességét, hogy az ártörvény és a hatályos rendeletek miatt nem sikerült új szerződéseket kötnie az áramszolgáltatókkal. Nem kell félni nem fog fájni. 2007-ben, miközben a gyurcsányi megszorítások jócskán megemelték a rezsiköltségeket, Márta Imre azt javasolta egy interjúban a lakossági fogyasztóknak, hogy a napi csúcsok idején ne kapcsoljanak be nagy áramfogyasztó berendezéseket, például klímákat. A bukott miniszterelnök cége a Motin viszont még a nagykereskedelmi árnál is olcsóbban vásárolhatott áramot az MVM-től. A villamosenergiaiparban a magyar villamos vezérpozíció az a, az a teteje, úgyhogy erre igen, mondtam. 2008 májusában, nem sokkal az SZDSZ kormányból való kilépése után, Márta Imre 33 évesen lett az MVM vezérigazgatója. Jó napot kívánok, egy, Jó kettő, napot. három. Itt szinte azonnal több millió forintos szerződéshez juttatta. Az MSP kampánygurujaként ismerté vált Szigetvári Viktort, akinek cége a paksi atomerőmű bővítésének ürügyén osztogatott kommunikációs tanácsokat. Mártát az MVM éléről végül 2010-ben menesztették, de a menedzser 2014-ben már ismét egy másik nagyvállalat, a telekommunikációs Invitel első embereként tevékenykedett. Bár távozása után 2018-ban az MSP, a DK és a párbeszéd a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságába küldte volna, az erről döntő parlamenti bizottság végül nem támogatta a jelölését nem a politikai pártánását nézünk senkinek. A 2019-es bal liberális fővárosi győzelem után azonnal új feladatot kapott Karácsony Gergelyéktől a Gyurcsány fiókaként is emlegetett Márta Imre. Hát ki Először a főtáv, majd pedig a Budapesti Közművek vezérigazgatói székébe került. Ez utóbbi tisztségében a tavaly októberi fővárosi szeméthegyek és a kukás káosz ellenére jutalmazta meg a főpolgármester Márta Imrét 7 millió 2000 forint prémiummal.